Áfonya, bodza, csipkebogyó, eper, szilva, megy, cseresznye, ribizli és még sok más gyümölcsből készült lekvárás szépen sorban, dány és isaszek között elterülő takaros kis tanya nyári konyhájában. Miért tartják fontosnak, hogy újra előhozzák a régi ízeket, a régi lekvárokat? Olyannyira fontosnak tartjuk, hogy ökogazdaság is vagyunk, hiszen tudjuk, hogy a mai korban már inkább elmentek a vegyszeres, műtrágyás és egyéb adalékos anyagok, anyagos élelmiszerek előállításához, és mi úgy gondoltuk, hogy egészséges élelmiszert szeretnénk előállítani, amit saját részre, gyerekeink részére és természetesen mindenki részére. Hogyan jött a gazdálkodás? Egyre több időt töltöttünk az anyán, jól éreztük magunkat, és kezdtünk foglalkozni azzal, hogy vannak bizonyos területeink, és mi lenne, ha az iparból folyamatosan kiszállnánk, és olyan termékeket állítanánk elő, mint a régi ízeket tudnánk bemutatni. Ezért őshonos magyar kukoricát ültetünk, és úgy műveljük az egész tanyát, hogy a régi ízeket elő tudjuk csalogatni. Permetezőszereket használnak? Olyan permetezőszert használunk, ami a biokultúrában használatos. Területünket a Biokultúr Hungária által ellenőrzött terület. Élő algás permetezéseket hajtunk végre. Ezek nagyon környezetbarát termékek, a levélen keresztül felszívódnak. A kártevők ellen ilyen ragacslapokkal és feromoncsapdákkal védekezünk. Melyek azok a gyümölcsök, illetve növények, amikkel önök foglalkoznak? A gyümölcsskála az igen széles. Ez a bodzától az áfonyáig, bodzavirágig, málna, szeder, barack, birsalma, homoktövis, itt külön kiemelném, hogy a homoktövis, és még számtalan gyümölcs, amivel foglalkozunk. A gyümölcsökből készített lekvároknak a receptje az már megvolt, vagy saját kitaláció? Hogyan főznek lekvárt? Részben megvolt a recept, hiszen ezt a nagymamámtól, a dédnagymamámtól vettem, de természetesen ezt a mai kor követelmények megfelelően picit módosítottam, 2-3 évet próbálkoztam, és akkor így lett a mai ízvilágnak megfelelő íz. Melyik a legegészségesebb gyümölcs, amiből lekvárt készítenek? Igazából szinte mindegyik gyümölcsnek megvan a maga jótékony beltartalmi értéke, de külön kiemelném a palettából a bodzát, a bodzaviráglekvárt és a homoktövislekvárt. Ez mind saját termesztésű növény? Természetesen, igen. És milyen hatásai vannak ezeknek a növényeknek? A bodzát, ha vesszük, mint tudjuk, régen a népi gyógyászatba használták, szegény ember gyógyszerének nevezték, nem véletlenül, mint fekete gyümölcs, igen nagy az antioxidáns tartalma, vértisztító, tüdőbetegségre használták, de kifejezetten az antioxidáns hatásának köszönhetően készítem én. A bodzaviráglekvárt viszont, ő egy lágy, könnyű kis vitalizáló lekvár, C-vitamin tartalma szintén igen magas, nagyon jó meghűlések alkalmával, izzasztó hatású, és egyébként, mint könnyű kis lágy lekvár, nyugodtan fogyasztható bármikor, azért bármelyik évszakban, bármikor. Lehet, hogy csak én gondolom így, de a homoktövis az így az emberek számára talán ismeretlennek tűnhet. Be tudnám mutatni ezt a növényt, hogy hogy képzeljük el? A homoktövis, igen, még ismeretlen, bár már egyre jobban megismerik az emberek, szintén a jótékony hatása miatt. Maga a növény egy 2-3 méter magasra megnövő cserje, amit 2 évenként tudunk betakarítani. A betakarítás az tarvágással történik, és aztán kerül feldolgozásra. Amikor már feldolgozásra került állapotba, az én konyhámba kerül, az egy készvelő, és ezt dolgozom kíméletes hőkezeléssel, eljárással, lekvárnak, ivólevet készítek belőle. Elmondható a homoktövisről, hogy igen magas C-vitamin tartalma van, 15-ször nagyobb, mint a kiwié. Tudjuk, hogy a kiwinek a legmagasabb a mérthető C-vitamin tartalma. Nagyon jó hatással van a fogyókúrázóknak,
zsírégető hatása van, nagyon-nagyon jó a májvédő hatása, bőrre generáló, és a C-vitamin tartalma miatt köszönhetően az immunrendszerünket fogja karbantartani. És a főzés során nem veszít az értékéből? Valamennyi természetesen veszít, de mint ahogy ezt mondtam, kíméletes hőkezeléssel készítem a termékeket, és így bőven marad benne még vitamintartalom. Ezek a tevékenységek így évszakra lebontva hogyan határozzák meg az önök munkáját? Hát folyamatosan munkát adnak, mivel, mint mondtam, hogy velőformájában, egy szeptikus zsákban velősítve kapom meg a gyümölcsöket, illetve készítjük el, úgy kerül ide be, így innentől fogva folyamatosan bármikor főzhető belőle a lekvár. Tehát folyamatos munkát is ad, és mint minden, a mezőgazdaságban megvannak az idénymunkák, úgy a meccések, a talajelőkészítések, a tápanyagutánpótlások, így folyamatosan dolgozunk. Hát a munka sok. Hát szinte egyfolytában dolgozunk. Amik csak lehet, géppel végzünk, tehát mindig kevesebb kézerőt kell, hogy igénybe vegyünk. Óhatatlanul arra szükség van. Hát a gépek dominálnak. Mivel foglalkoznak még? Széles a skála. Az gyümölcsültetvényeken kívül van még fenyő, ezüstfenyő, normandfenyő, van tömegtakarmányunk, csirkék, tojótyúkok, füstöltárú, sertéshúsok, hát sorolhatnám, lucerna, takarmány, különféle takarmányok vannak, és még itt megjegyezném zárójelbe a kis levendula ültetvényt, azért munka azzal is van. Olvastuk a kinti táblán, hogy mézekkel is foglalkoznak, ezek szerint méheik is vannak. Van egy pár család méhünk is, ez pontosan 20 család, és igyekszünk ezt is teljes mértékig felvenni a palettánkra. Bár mi csak kétféle mézzel foglalkozunk, az akácméz és az illatos virágmézzel, amit az erdőről begyűjtenek. Önnek a lekvárjai közül melyik a kedvence? Nem tudom külön kiemelni, mindegyiket nagyon szeretem. Hát, ha meg kellene, talán a málna és a homoktöv is. Ez a kettő így nem lehet sorrendbe tenni, egymás mellé állítanám. De ez ugye mindenkinek a ízlésének megfelelően. Ugye régen a gyerekek mindig lekváros kenyeret kaptak, amikor felszaladtak az utcáról, vagy beszaladtak a házba. Manapság ez már nem annyira megszokott dolog. Ön miért ajánlaná, hogy a gyerekeknek is igenis kapjanak még lekváros kenyeret? A lekvárok beltartalmi értékére való tekintettel, mint ahogy azt mondtam, például a bodzavirág lekvárt kifejezetten a gyerekeknek kísérletezgettem ki. Egy nagyon finom, lágy, könnyű kis lekvár, nagyon szeretik a gyerekek, jók a visszajelzések. És az egyéb lekvárok pedig a málna, az eper a gyerekeknek a favoritjai. És ugyanúgy szeretik a homoktövis lekvárt is a gyerekek.